De az a helyzet, hogy az én gyermekem 6 évesen leukémiás lett, és amikor ez a hír lesújtott ránk, akkor teljesen összetörtem, és Isten akkor szólított meg, és ennek a tragédiának a nyomán kiáltottam az Úrhoz. Ő meghallotta, elkezdtem vele járni, és majd mint egy 4 éves kereszténységem után Isten egyszer adott egy kijelentést arra nézve, hogy a szegény emberek felé van elhívásom, és ő szeretné, hogyha én elindulnék a romák felé, mivel Magyarországon a szegénységet leginkább ők képviselik. És hát én akkor még ezt nem igazán vettem komolyan, mivel magam sem voltam soha gazdag ember, úgy gondoltam, hogy egy szegény ember hogy tudhat segíteni másik szegényeken. Belekeveredtem egy társaságba, amit nem tudtam, hogy majd utána én leszek ennek a társaságnak a főnöke, ami egy ilyen kis maffia vezérszerű dolgok. És ebben benne volt a drog, a prostitúció, az alkohol, a lopás, mindenféle rossz dolog. Egy nap hazamentem, kicsit ittas állapotba, odajött hozzám akkor még 8 éves fiam, Vili, és megkérdezte, hogy apa, miért iszol? Nem mertem neki válaszolni, hogy azért, mert félek. Félek szembenézni az igazsággal, és félek elmondani Istennek, az édesanyádnak, hogy neki van igaza. Ekkor lefeküdtem, és azon a hajnalon megjelent nekem egy személy a szobámba az ágyam előtt. És azt mondta, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki elhívtalak.那特别是透过我们在当地曾经建立过的华人教会，当时候他们就是来找我的牧者，那我们的牧者也是按着神给的感动来回应他们。那之后呢，就这样子来接上。当教会55周年的时候，我们也有感动，邀请他们到台湾来看所谓荣耀的教会的建造。那他们来的时候也非常的受感动。那因为在匈牙利过去长期都是共产的背景，所以当他们瓦解之后， 对教会的注册登记也是非常的严格，特别是对吉普赛的教会，那所以他们也需要在当地有被遮盖，那有被关怀。那我想也是神第二步让我们更加的靠近在一起，走在一起。 6 évvel ezelőtt kivittek Tajvanba, és ez nagyon nagy élmény volt a számomra, mert én előtte nem nagyon voltam sehol külföldön. Tang他们第二次来的时候呢，神做了一个非常奇妙的工作，就是欧牧师跟贝勒跟索塞呢两位同工见面交通的时候，灵里面真的彼此都有很强烈的感受，很相通。那所以呢，当他们回去的时候，我们就希望他们真的就是专注的来牧养教会。 建立教会，不管是在中部在东部，所以贝勒就我们期待他就是从一个公车的司机这样的代职，就往全职的方向。那索塞呢，虽然说他是个家庭主妇，但是我们也挑战他，不要轻看神给他的那一份，哪怕是家庭主妇，他继续可以用一个全职的态度来服侍，来建立教会，来发展教会。 és 18 évig voltam buszsofőr. De világéletemben hivatásos sofőr szerettem volna lenni. Nem győzök elég hálát adni Istennek, hogy a Bread of Life-on keresztül adott nekem erre lehetőséget, hogy valóban teljes időben tegyem azt. Ott volt az álmomban, hogy kiáltó szó a pusztában, mint ahogy megfújni a kürtöt. És én hálás vagyok az én pásztoraimnak Tajvanon, Senior pásztor, Joe pásztor, Leo pásztor, és mind azok a vezetők, akik lehetővé tették,
到了三年前，神也感动我们再继续往前的，就是因为在当地他们是没有身份，也就是说教会不能注册，政府给很多的规定。那因此我们找到一个解决的方法，就是我们在台北亲自到当地成立两个基金会，用基金会的方式来聘用他们成为同工，然后呢透过这个基金会来运作教会。那因为这样的关系，神就让我们在中部在东部各有一个基金会来发展。那么贝拉就负责中部的基金会，那么苏珊来负责东部的基金会，也就是说各有一个团队来带领他们底下的分堂。我们的同工，我们的英语施工的同工丁子呢，也过去三年每年都有很多次去提供他们青年的训练、领袖的训练，甚至一起到户外的步道。那过去两年更积极的就在社区里面发展社区的一个服务的工作，所谓社区的改造，那有非常大的成果。当地的市长都主动的说，要跟我们的分堂这些的传道人丢子们合作，把他们的社区变得更好。那我想是神在讲的这个跨文化的宣教的当中，让我们看到真的是点的开花结果的一个成果。在匈牙利，我们经历到许多的神迹奇事，其中一个就是当我们的 Vili 牧师有一天他开车开到路上的时候呢，突然听见圣灵跟他说，你停到，把车子停到那个前面的加油站。他停到加油站的时候不知道发生什么事，突然看到一个父亲急忙忙的冲进到加油站里面要打电话求救，因为他的孩子快要死去了。他就知道为什么圣灵在那个当下感动他，于是他跟那个父亲说，带我去看你的孩子。去看那个孩子的时候呢，那个孩子已经死去了，但是他学会了他之前在我们每一次教导过程当中所学的，他就奉主耶稣的名命令那个孩子复活，那个小男孩就从死里真正的复活了。而这个过程周围有100多人观看，他们非常惊叹神的作为，所以在不久的几个礼拜，在那个社区，我们就开始了在那个地方的灵粮堂。The Gypsy people are marginalized because they're not a people of their own. They have no nation, and to many people who are living in Hungary, they feel like they're unwelcome guests, and because of that, they don't have access to many different types of resources and opportunities that the local Hungarians have.Working in Tisavasvari in this village, our main goal was to create a prototype for the church to become the center where hope is given. And through this church, we were able to, in the last past 3 years, go and transform their community through programs such as community cleanup, education on hygiene, and working with the local government to redo and repave all their roads.When I first met Pastor Vili, he had a vision to transform his community. And when I heard that vision, I knew that this was the place. This was the place where we could start a prototype so that it could spread throughout all the Gypsy and Roma communities of Europe. 关于转化的见证，我们有一个刚出炉的。在上一个冬天，匈牙利特别的寒冷，大雪降下来之后，居民没有很多的工作机会，也没有食物可以吃。我们的 Vili 牧师就来到神面前跟神祷告。就在祷告当中，圣灵感动他，对他说，把你的后院清干净。然后他就把后院清干净。神说，我要你让你的后院可以成为你栽种植物的地方。神就告诉他要去撒种，要种番茄跟马铃薯。所以他就很忠心的回应神跟他所说的。当我们团队去的时候，他才撒种一个礼拜。通常收成的时间大概是4-6个礼拜。但是奇迹就发生了，短短2个礼拜，番茄跟马铃薯都可以收成，而且他们收成了220个番茄跟220个马铃薯，这真的是神迹啊！在这么短的时间，神成就这么伟大的事，他们非常惊讶的来跟我们分享这样的一个见证。神透过这个神迹，要告诉他们，神是供应他们的神。所以 Vili 牧师就把这220个番茄跟220个马铃薯分给在那一个 village 的居民，告诉他们说，这是神要给你们的种子，你们也去撒种，让这样的一个神迹可以延续在整个 village。神真的是供应他们的神。The vice mayor of the city of Tisavasvari was Pastor Vili's
elementary school teacher when Pastor Vili was just a child. This past winter, there was an accident where one of the electrical poles was loose and one of the children actually died from an accident. And Pastor Vili brought this issue up to the local council, and he basically said to them, there's people living in these communities, and what needs to be done is that the roads need to be repaved and electrical lines need to be restored. The mayor said there's no money for it, and then Pastor Vili basically said, why don't you guys just take a pay cut from all of your paychecks and pay for it? And the mayor, he was so stunned by this answer. He thought about it, he said, yeah, why not? They decided in the summer of 2016 to go and redo and repave all the roads so that an accident like this doesn't happen again. And Pastor Vili is continually working with the church and the local government to improve the lives in terms of building a public restroom or building even houses and fencing now to protect the people in the community. 我们期待我们在匈牙利的这样的吉普赛的事工 会成为欧洲的祝福， 因为欧洲有1000万的吉普赛人， 在匈牙利也有300万， 所以我们希望借着匈牙利的事工的开展， 成为一个强而有力的团队， 进到其他的国家， 也是带领其他的吉普赛人 在生命上有个很大的转变， 然后在经济， 在文化， 在教育上面， 因为他们过去是弱势， 但是我们相信透过这样的教会的建造， 社区的参与， 这些的吉普赛人不再成为弱势， 而且要成为整个欧洲的祝福。 Amit kiemelnénk az, hogy a roma képről kialakított embereknek a negatív értelmezésük, hogy a roma embereknek az életvitele. Pedig a roma emberek egy nagyon szerethető emberek, és tiszta hitűek. Vannak olyanok, akik teljesen a szociális helyzetük miatt olyanok, de ezek felé szolgálunk. Jézus Krisztus mindnyájunkat egy vérből alkotott, teremtett. A világon, ami számomra a legnagyobb üzenete a roma népnek az az, hogy nem egy árva nemzet, hanem van egy mennyi édesapánk. Van kihez menni. Ez a rengeteg elutasítottság miatt, a rengeteg kudarc és vereség miatt, a kihasználások miatt úgy gondolja a roma nép, hogy nincs kihez menni. De van kihez menni. Nem vagyunk árvák. Van mennyi édesatyánk.